Új igazi pihenő szórakozó funkciót szánnak a Népkertnek, amelyhez a városlakók és a vállalkozók ötleteire is számítanak, fogalmazott Veres Pál a Népkerti kerekasztal ülésén. Az eseményen elhangzott, hogy a futókör munkái jól haladnak, amivel sok miskolci régi vágya teljesülhet április végére. Ahhoz azonban, hogy még többen látogassanak ki a kedvelt belvárosi területre, további tervekre, beruházásokra és fejlesztésekre van szükség. Már egyértelműen látszik a leendő futókör nyomvonala, gőzerővel folyik az építkezés a Népkertben. Az 1 kilométer hosszú rekordtámpálya kialakítása a Népkerti Kerekasztal civil társulat ötlete volt, amit a város felkarolt. A beruházás több mint 84 millió forint támogatásból és saját forrásból valósítja meg az önkormányzat. Azért jöttünk most össze, hogy részint a kerekasztal munkájában résztvevők, részint akik a beruházást összehozták, a városvezetés és társadalmi aktivisták beszéljenek arról, hogy mi mindent lehet kihozni magának a futókörnek a létéből, meg milyen irányban kellene a Népkertben előre lépni. Barkóczi István vállalkozó, aki a kerekasztalnak is a tagja, úgy fogalmazott. 1000 szállal kötődik a Népkerthez, és már korábban is támogatott minden fejlesztést a területen. Nagyon sok tennivaló van, hogy ez jobban élhető legyen ez a Népkert, és még többen jöjjenek ide. Ahhoz még egy csomó olyan feladat van, amit a városnak meg kéne oldani. Az alap, mindig azt mondtam, és most is mondom, hogy legyen egy átfogó terv a Népkertre, amely arról szól, hogy ez a Népkert minden négyzetméterre hogy fog berendeződni. A beszélgetésen elhangzott, hogy ehhez a futókör építése egy lépés, amihez további növények ültetése, a fák rendbetétele és a park illettel való megtöltése is hozzátartozik. Miskolc megyei jogváros önkormányzata a következő fejlesztési időszakra 31,35 milliárd forint forrást kapott, amelynek a keretében lehetőségünk van többek között a Népkertnek a további fejlesztésére, aminek a célok kijelölésére, fejlesztési irányoknak az elképzelését, azt nyilván a társadalom széleskörű bevonásával, a vállalkozók, jelenlévő vállalkozóknak a bevonásával. A futókör a tervek szerint április végére elkészül, de további tervek is szerepelnek az elképzelések között. Itt egy új funkciót, egy igazi pihenő, szórakozó funkciót lehet kitalálni, de nem olyan értelemben, mint régen volt, tehát a fesztiválok helyszíneként már nem fog szerepelni, hanem valóban egy tüdeje, egy zöld üde színfoltja lesz ez a városnak. Mi egységbe gondoljuk itt gyakorlatilag a sportcsarnoktól kezdve a könyvtáron keresztül a Vigadón át egész a múzeumig ezt a teret, ami egységesen fogja azt szolgálni, hogy a miskolciak ide jöjjenek. Veres Pál hozzátette, örömmel tapasztalja a jelenlegi városvezetés, hogy milyen sokan figyelnek a Népkert sorsára. Ezért továbbra is fontosnak tartják, hogy a városlakók véleményét meghallgatva valósuljanak meg további fejlesztések.